Régi pingpongasztalok idézik a múltat a Kurcsatov utca környékén, hamarosan teljesen átalakul itt a terület, megközelítőleg 500 millió forintból ugyanis megvalósul a tömbelső felújításának második üteme, új játszótér lesz, megújul a közvilágítás, kihelyeznek utcabútorokat, a közműveket pedig kicserélik, a munkaterületet hétfőn vette át a kivitelező. Magát a kivitelezési munka folyamatokat még a héten szeretnénk elkezdeni. Ezt készítettünk egy bontási ütemezési tervdokumentációt, aminek van egy helyszínrajz része, és ott három ütemre bontottuk szét gyakorlatilag azt a kivitelezési szakaszt, amivel mi az ott lakókat mondom, mindennapi közlekedésükben átáltatni fogjuk. A Kurcsatov, a Wigner Jenő, a Gagarin, a Babics Mihály utcák, valamint az Ifjúság útja által határolt területen veszi kezdetét a munka hamarosan. A körzet képviselője szerint a város ezen része teljesen átváltozik. Én azt várom, hogy ugyanolyan szép legyen, mint a lakótelep többi felújított tömbelsője. Hát a Kurcsatov út környékére már nagyon ráfér, egykor az volt a lakótelep legszebb része. Ott voltak a legbüszkébbek a lakók arra, hogy ők milyen szépen rendbe tették a környezetüket, de hát ez mára már eléggé a múlt. Most már mondhatjuk azt, hogy a lakótelepnek a legelhanyagoltabb része a Kurcsatov út. Ezen változtat a projekt. A beruházás részleteiről múlt héten lakossági fórumot tartott az önkormányzat. A környéken élők várják a felújítást, mivel nem csak a környezetük változik át, hanem a csapadékvíz elvezetése is megoldott lesz. Örülök nagyon, mert a víz elvezetés is meg fog történni. Több éven keresztül a csapadékvíz eláztatta a házunk alaksorát. A város vezetése még november elején kötötte meg a kivitelezési szerződést. Paks polgármestere akkor azt mondta, fontos mérföldkőhöz érkezett a felújítási projekt. Újra egy olyan környezetet tudunk majd átadni a lakosságnak, amely élhető, komfortos, és ami nagyon fontos, hogy a felújítás során arra törekedtünk már a tervezéskor, hogy minél több zöld felület legyen. A munkálatok befejezésének határideje a szerződés szerint 2020 tavasza.